Hazaérkezett a vasárnap befejeződött kontinens viadalról Hatházi Dóra, aki a magyar csapatban egyedüliként képviselte a nyíregyházi színeket. A 17 esztendős versenyző szerepelt már ifjúsági Európa és világbajnokságon, a felnőtt mezőnyben viszont a budapesti EB volt az első világversenye. Dórára három számban számított a szövetségi kapitány. Urbin Tamás tanítványa 200 pillangón a 10. időt ért el az előfutamban, mivel azonban a 4 magyar induló közül csak 2 juthattak tovább, nem került be a középdöntőbe. 100 pillangón 54 induló közül a 29. időt húzta, míg a 4x100-as mix vegyesváltó tagjaként a 18. helyen zárt az NSC versenyzője. Úgy érzem, hogy amit lehetett, azt kihoztam belőle. A 100 miatt vagyok egy kicsit elkeseredett. Ott jó lett volna közelebb úszni az 1 perchez, ugye 1 perc és fél másodpercet úsztam. 200 pillangón megjavítottam a korábbi egyéni csúcsomat, a mostani egyéni csúcsomtól 0,4-del maradtam el, úgyhogy szerintem teljesen rendben volt. Urbin Tamás a szigorú járványügyi korlátozások miatt személyesen nem lehetett ott tanítványa mellett, így csak a technika segítségével tarthatták a kapcsolatot. Az edző a pozitívumok mellett azért hiányosságokat is látott tanítványa úszásaiban. Ha mindent összevetünk, és azt mondjuk, hogy az első felnőtt világverseny volt, akkor elégedettek lehetünk, bár nagyon sok hiányérzet van bennem. A 100 pillangóra készültünk, igazán percen belül időt vártunk, amire joggal számítottunk, az nem jött össze. 200 pillangón jobban szerepeltünk az elvártaktól, de itt is elmaradtunk az egyénitől. Több oka van ennek, ezt boncolgattuk közösen is, meg edző kollégámmal is. Én azt mondom, hogy a váltóban mindenképpen fejlődnünk kell a váltással, fordulókkal, rajtokkal, bár pont abban a váltóban sikerült indulni a legnépesebb mezőny indult most. Mint Dóra elmondta, amikor tehette a lelátóló szurkolt versenyzőtársainak, és igyekezett minél többet ellesni a legjobbaktól. Nyilván nagyon jó volt nagyobb úszók között úszni, és látni, hogy ők mit csinálnak versenyszám előtt, hogyan koncentrálnak, és tényleg, hogy volt olyan úszó, aki már a délelőtti futamok során kiúszta magából, ami volt, és azok után is még tölt javítani a középdöntőbe és a döntőbe is, úgyhogy tényleg egy nagyon jó tapasztalatszerzés volt. Egy pihenőt követően Hatházi Dóra elkezdi a felkészülést az őszi rövidpályás országos bajnokságra, közben nemzetközi versenyeken igyekszik majd még több tapasztalatot szerezni. Urbin Tamás a jövő héten 8 nyíregyházi versenyzővel elutazik a kaposvári ifjúsági országos bajnokságra, ami egyben kvalifikációs verseny az ifjúsági Európa bajnokságra. Az edző reményei szerint egy-két versenyzője kivívja majd az EB szereplés jogát.